Igazából mi soha nem politizáltunk úgy, hogy bármelyik párt mellett vagy aktuális politikai életben nem vettünk részt. Mindig a dalaink mindig közéleti gondolatokat rejtettek. Tehát közéleti gondolkodású zenekar volt. Nagyon érzékenyen reagáltunk mindig a körülöttünk zajló dolgokra, az embereknek a gondolataira, az emberek örömére, bánatára. És igazából ezeket írtuk be mindig a dalokba. És aki meghallotta, az mindig azt mondta, hogy jaj, hát én pont erre gondoltam, csak nem tudtam én megfogalmazni. Én azt hiszem, hogy ez a szellemiség és ez a gondolatvilág, ez az, ami tulajdonképpen ilyen nagyon különlegesítette ezt a zenekart. Soha nem a külsőségekkel hordítottuk meg a közönséget, hanem mindig azokkal a gondolatokkal, amiket átadtunk. És ez ma a 15-16 évesek ugyanígy érzik ezeket a gondolatokat, és ugyanúgy jönnek, és érdekli őket ez a zene. Együtt kell forogni a földdel, szóval nem lehet őskövületként élni valahol akár univerzumban, hogy lebegni. Tehát ez egyszerűen arról szól a dolog, hogy a világ egyre gyorsabb, és újabb és újabb dolgok jönnek, technikailag is, valamint hát hangszerelésben, megszólalásban is. Mindig vannak bizonyos új trendek, és én azt hiszem, hogy a zenekar ezt teljes egészében érzi, hiszen Németh Alajos, mint zeneszerző, egy nagyon-nagyon-nagyon képzett ember, és ezt nagyon-nagyon jól érzi. Meg kell hallgatni az új lemezt, ez teljesen úgy szól, ahogy a 21. században meg kell szólalni egy zenekarnak. Készült a lemez, hogy először a Lojzi megírta a dalokat, aztán elkezdtünk dolgozni rajta, aztán azt mondta, hogy állj, ez nem az, amire gondoltam, és letörölte az egészet, és kezdtük előről. És aztán, amikor kész lett, akkor felénekeltük, és akkor hallgattuk egy hónapig, és aztán utána megint lementünk a stúdióba, és újra felénekeltük. És akkor ez ettől lett... olyan, hogy viszonylag kevesebb hibát találunk benne. Persze tökéletes nincs. Tehát néhány hónap távlatából, ha már meghallgatom a lemezt, van, amit már másképp csinálnék, de örömmel és büszkén merem bárki elé oda tenni, mert ez egy nagyon komoly átgondolt munka. Nagyon nagy terveink vannak most, december 7-én lesz a Szimacsarnok a Budapesten a 25 éves koncertünk, jubileumi koncert, és itt kapjuk meg a lemezért az aranylemez, arra nem lesz lett közben, és aztán ezt felvesszük az egész koncertet ilyen meglepetés vendégekkel, felvesszük, képileg rögzítjük, ez tavasszal megjelenik DVD formában, és aztán tavasszal ugye akkor megint stúdióba megyünk, és felveszik a 20 valaha legjobb bikini dalt egy válogatás lemezre, és az már a jövő tavasszal szintén megjelenik, és aztán tulajdonképpen már most elkezdődött a jövő évi turnénak a szervezése. Hát most így körülbelül az elkövetkezendő egy évet így látjuk. Nehéz a dolga, katonának! Nehéz a dolga! Jó, legyen, gyerünk!